Köszönjük szépen a nagyon színvonalas és megfelelő humorral előadott nagy igazságokat, ami segített bennünket, vagy fokozta az élvezetét a kitűnő szakmai előadásnak. Hallgatósági a szó, kérdések, hozzászólások, maradjunk a témánál, röviden, tömören, úgy, ahogy szoktuk. Tessék! Mélyhölgyi, éjszakai mélyhölgyi atomerőmű kiterjedésének a kockázatai, hogy jönnek a jövőre szóróan? A gázmotoros és egyáltalán a viszonylag kis teljesítményű hőszolgáltató erőművekkel ugye óriási baj volt, mikor közölték, hogy nekik is piaci alapon kell működniük. Tehát nincs az, hogy akkor termelsz, amikor akarsz és átveszük, hanem ahogy a piacon fizetnek érte. Igaz, hogy azt tanácsolták, vagy lehetővé tették, hogy a Mavirnak a rövid távú spot piacán adják el a villanyt. Az azért jó, mert ott nagyobb az áringadozás. Ott egy csomószor van 100 euró per megawattórás ár is. Hát persze van nulla ár is, meg 2 eurós is. Na de hát tessék részt venni a piacon. Most ez úgy valósult meg, miután kikáromkodták magukat az érintett cégek, hogy összeálltak egy virtuális erőművel. Ez körülbelül 140 megawattos. És ezt kérem, prímán megél a piacon. Tehát a válaszom az, hogy aki egy ilyen virtuális erőműbe, vagy egy nagy erőműnek a mérleg körébe be tud cigánykodni, mindaz a 10 megawattos naperőmű, amit építenek a Mátrai erőműben, az megél. Aki így egyedül, az semmi. Na most, hogy ilyet érdemes-e építeni, nem érdemes-e egy távfőrendszernél? Hát az ott a helyi gazdasági értékelés, a aktuális béliósoknak a bevonása, hogy mi lesz a jövő, hogy fog alakulni, kockázatelemzés, stratégia kérdése, stb. Biztos, hogy vannak olyanok, ahol a helyi előnyök, hátrányok olyanok, hogy megéri bizonyos dolgot megcsinálni, a szomszédban meg nem. Tehát erre nem lehet általánosat mondani. Annak idején pápogták a liberális közgazdászok, amit én nem nagyon hittem nekik, de igazuk lett, hogy a piaci viszonyok azok megtanítják gazdálkodni a cégeket, meg minden. Hát ezek a kis hőszolgáltató erőmek ezt bizonyítják, hogy ezt megtanították. Nem mindenkit, de csomóan túlérték. A másik, mi volt Éjszakai mélyvölgy. Piacon ilyen nincs. Nincs mélyvölgy. Árak vannak, éjszaka alacsonyabb az ár, mint mondjuk délután, bár a piacnak az is egy következmény, hogy a csúcsvölgy különbség az megy össze. Itt ezen az ábrán is látszott már korábbiakhoz képest. Kiszabályozza a piac az áron keresztül. Na most erre azt lehet mondani, hogy ha, de hát akkor szegény atomerőművel mi lesz? Az atomerőmű nagyon jó helyzetben van, mert nagyon alacsony a változó költsége. Hát a vízerőműjé az alacsonyabb, mert az nulla, de fölötte kicsivel van. Tehát kiszorítja az összes gázerőművet, kiszorítja az összes szénerőművet. Ki van még? Más nem is kell. Tehát ez nem fog problémát okozni. Az már inkább, hogy a rendszer szabályozásban, ha sok a megújuló, akkor elképzelhető, és nem lehet megoldani a nemzetközi szintű szabályozását a megújulóknak, mert nem akarják a többiek, mert ahol például jó vízerőművek vannak, azok azt mondják, nem akarom mutatni, hogy mit mutatnak, hogy a mi jó szabályozókat nem fogjuk nektek eladni, ugye? Vagy már eladták, mint például a tiroli vízerőművek, azok nem az osztrákoké, már azok a németeké, azok a németekkel is járnak, tehát onnit irányítják őket, semmi közül Kapruntól nyugatra nincs Ausztria. Tehát ebben a helyzetben, ha nincs ilyen, akkor előfordulhat az, hogy azt mondja a magyar rendszerirányító, hogy ezek a balfácán politikusok betöltek, és túl sok mondjuk ilyen
szélkereket, naperőművet engedélyeztek, és nekem kell szabályozási teljesítmény. Hát a világ legjobb szabályozó erőműve az atomerőmű. Csak nem érdemes vele szabályozni. Akkor érdemes, ha jól megfizetik. Tehát most mondok valamit, a paksi blokkok, azok 500 megawattosak, de 10%-on belül minden következmény nélkül szabályozhatók. Hát 2000 megawattnak a 10% az 200 megawatt. 40 megawattonként, blokkonként. Ha erre leszereznek a Mavirnál, az már egy komoly szabályozás egy ilyen kis rendszerben, mint a magyar. Tehát így elképzelhető, hogy nem lesznek, majd a Gerse Károly erről fog biztos szomorúakat mondani, hogy borzalom, atomerővel szabályozunk. Elképzelhető, hogy vele fogunk szabályozni, ha piaci viszonyok között működtetjük a rendszert. Ha jobban vissza akarjuk terhelni, akkor már elképzelhető, hogy garanciális problémák, mint korlátokba ütközünk. Volt már ilyen, megoldottuk. Ez a 10%, ez semmilyen zavart nem okoz. Az új blokkoknál is, pláne ha bejön ez a két nagy blokk, annál különösen. Ezek szélsőséges esetek, nagy valószínűséggel erre nem kerül sor. Milyen gondolatot merültetek a tanulmányba, vagy más tanulmányba arról, hogy a hőoldali kiterelés növeljék a tanulmányosság? Hőoldali? Igen, a tanulmányos a hőoldali. Mint egy távfűtés hasonlóan. Hát ha van értelme annak a hőoldali túlterhelésnek, kiterhelésnek. Ha van megfelelő villamos energiatermelő kapacitás. Ez megtörtént a mostani blokkoknál, ezek 440 megawattosból úgy lettek 500 megawattosak, hogy átálltak a csatornánkénti hőmérsékletmérésre, tehát a primer körnek a terhelését lehetett növelni, több gőzt tudtak termelni a gőzgenerátorokon, a turbinákat átlapátozták, nagyobb teljesítményen tudják üzemeltetni őket. A szekunder körben a hőcserélőket, ha kell, ki lehet cserélni, ott ül a Szalkai Pista, az elmondja, hogy a gáztalanító milyen szarul van megtervezve. Már bütykölték, már nem tudom én mi, meg mit tudom én. Ő miért? Tehát, hogy neki azért tudja ezt. Mert a paksiakat izgatta, most, hogy aztán csináltak rajta az után valamit, vagy nem tudom. Tehát lehet ilyen beavatkozásokat csinálni, amikkel lehet javítani a blokknak a teljesítményét. A kérdés nem. Hőszolgáltatása? Hát paksot ellátják, hát hova vigyék még a hőt? Jó, hát de a csővezeték az horribilisan drága. Finországban 70 kilométerre viszik. Igen, Finnországban mennyi az átlag hőmérséklet? Milyen hosszú a fűtési idő? Mintha egy kicsit hosszabb lenne. És ott nyilván úgy csinálják, hogy egy állandó hőmérsékletű rendszert működtetnek, és arról hőszivattyúkkal veszik le a fűtést, és akkor még mérni is tudják, hogy az egyes kuncsaft az mennyi hőt vett el, mert most ugye ez nehézkes. Lesz-e arra beruházási akarat és pénz tömeg, hogy egy ilyet megcsináljanak? Én most nem látom, de most adjad meg a szót, mert ketten is feltették a kezüket. Ehhez csak egy mondat, tehát hogyha valóban hőellátás, csak nehogy az legyen a végén, hogy most is 2 forintot fizetünk, kb. Majdnem, mint az egész megújulókért. A hő támogatással. Tehát úgy az egy nagyon jó dolog, hogy megint a más parkával. Tehát lehetőleg nehez legyen a vége, ha mégis megvalósítják a szexádot. De nekem ott a cső lesz a drága. A cső, meg minden egy. Meg a technika, a végfelhasználói hő változó lesz drága. A hő ár lesz drága, és akkor onnantól megint a villanyon keresztül fogják megvalósítani. De a kérdésem inkább arra irányulna, hogy mi a véleményed arról, hogy most már notárosan egy éve folyamatosan a határ, a szlovák és a magyar határ közötti árszintekben egy ilyen 10-12 eurós árkülönbség alakult ki, ami korábban 2-3 euró volt hosszú éveken keresztül, tehát nem a igazán a technikai háttere miatt alakult ki ez a
különbség, és a probléma ott van, hogy a cseh egy az egyben a német árakat tudják produkálni az otthoni belföldi nagykertpiacon, addig Magyarországon 12 euróval drágább az áram. Szlovák oldalon is csak 1-2 eurós rakodik. Ezért van nálunk ekkora nagy villamosági import, mert nem minden, a kutya nem akar hozzá. Ezért szállítják a villanybe. Ezért szállítják meg, különben nem lenne villany. Különben előáll az, hogy teljesítmény hiány van, vagy fölmenne az ár, amíg összeáll egy egyensúly. Ez az összeállt egyensúly volt régen 3-4 euró. Itt az a probléma. Én az a kérdés, hát a cseheknél ennyi, akkor miért ne jönne ide ugyanígy be? Tehát ott valami történik a határon, amit nem tudunk tisztázni. Tehát mi a... Én nem tudom, én nem ismerem ezeket a viszonyokat, de hogy nálunk drágább a villany, az biztos, hogy körben nem jönne be az import. Hogy most mennyire, hát ha nem jön be körben, mert mi a fenének hordaná ide? Azért, mert a csehek egy más konstrukcióban üzletelnek. De a cseheknek nem hiszem, hogy eladnak, a csehek adnak el másoknak. Nem, a csehek veszik a némettől az olcsó áramot, EX bázison, és be is jön. Hozzánk is jön ez az áram, csak valami miatt a határon megdobódik 10-12 euróval. Hát persze, de kedvesem, amikor mi ukrán villanyt hozunk, hát mit képzelsz, hogy mi annyira adjuk el, mert a MVM veszi az ukrán villanyt, hogy mi annyira adjuk el, mint amennyiért veszük az ukránoktól, hát ne nézd már hülyének minket. Az egy másik piac, kedvesem, az egy másik piac. Van egy piaci felület a német-cseh határon, és van egy piaci felület valahol itt nálunk. Ha mi megvesszük a villanyt a németeknél, és elhoznánk ide, és el tudnánk hozni ide, és olyan tranzit áron, amit a csehek hülyék lennének megadni, hanem annak a háromszorosát adnák meg. Akkor persze kevés. Nem, mert a szlovákoknál is ugyanez a német ár van 2-3 euróval följebb. Tehát Szlovákia a magyar határig eljön plusz 3-mal. A hálózati kapacitás Szlovákia és Csehország között írdatlan nagy. A Szlovákiában, amikor ágyúgyárak voltak, akkor az Csehországból látták el villanyát. Most ott vannak a vezetékek, úgy látszik ez így alakul ki. Nem tudom. Nem fog lemenni nálunk az ár, nem fog lemenni. Ezek a föld és ennek egyik következménye, hogy a lakosság kezd vásárolni klíma berendezéseket, ráadásul úgynevezett inverzeket, amelyek akkor is fűtésre is használhatók. Figyelembe vettétek-e esetleg azt egy ilyen nagy időszakban, hogy a fogyasztás egyrészt emelkedni fog, másrészt bizonyságban és stabilizálódni. Nézd, én itt az éves átlag, meg maximális csúcsot írtam föl, és az éves átlag és a maximális csúcs között nagyon kicsi a különbség. Korábban sokkal nagyobb volt. Ma már odáig megy a dolog, hogy volt már olyan év, hogy nyáron volt, mikor nagy meleg front volt, akkor volt az éves csúcs terhelés. Ezek miatt, amiket most mondtál. Amerikában már réges-régen úgy van, hogy a nyári igény az, mit tudom én, 30-40%-kal nagyobb, mint a téli. Tehát ilyen előfordulhat. Én próbáltam ezeket az igényeket eléggé bizonytalanul mondani, mert nem tudjuk, hogy fog alakulni. Ingadozni fog. Mondok egy példát. Például, ha hirtelen fölmenne a villamosenergia ára, vagy pedig az elektromos szolgáltatók ezeket a adhok igényeket, amik így mondjuk a légkondicionálással kapcsolatban jönnek, jól megterhelnék pénzzel, akkor hirtelen nem kapcsolnák be a kuncsaftok, és akkor leesik az igény. Tehát aztán megváltozik megint máshogyan. Ebben a régen, a nem tudom milyen emlékű szocializmusban, ott mind a brigád fajúságon így ment föl a görbe az igény. Majd, hogy nem determinisztikus volt. Most sokkal nagyobb minden típusú kapacitás, mint amennyi feltétlenül kell. Tehát a pillanatnyi viszonyok függvényében változik, és ingadozhat. Igen, ez is egy kockázati tényező. Hogy nagyobb tartalékot kell betartani, vagy pedig erősebb
hálózati kapcsolatokat, hogyha bajban vagyok, akkor ki segítsenek a szomszédok. Szabó László, egy fél percre mielőtt kérdeznék, húznám az időt ezzel a hőszolgáltatásra kapcsolatosan. A dunaivárosi példát említeném. Itt a Dunajvárosban az volt, itt volt a 76 megawattos erőmű, először annyi villanytermelt. Ahogy nőtt a város, nyilván ment le a villanytermelés a hőszolgáltatás hatására. Ipar fejlődött, még tovább ment le. Most termelnek 15-20 megawattot, a többi hőszolgáltatás. Tehát végül is a Dunajvárosi példa az, hogy csak 20-30 kilométerre érdemes elvinni azt a hőt, tovább nem érdemes. Tehát gyakorlatilag az ipari infrastruktúra, meg a kommunális infrastruktúra határozza meg mindig a hőszolgáltatást. Amikor még aluko, amikor még kohók voltak, akkor kohógázzal működtették a kazánokat. Tehát melléktermék, mennyi, mi annak a költsége ára, az már eléggé belső machináció kérdése, és nyilván vigyáznak arra, hogy mi adjuk neked Dunaújvárosi polgára hőt. Most a felszólalás alapján arra gondoltam, hogy a jövő év elején, ha Isten segít bennünket, akkor rendezünk egy ilyen távhős beszélgetést, eléggé időszerű lenne már. Ez az egyik. A másik, te a Dunaújváros nem említettél, te a régi Dunaújvárosi rendszerről beszélsz, csak egy viszonylag friss hír, hogy most oda építettek egy új hőszolgáltató erőművet, ami azért izgalmas, mert háromféle tüzelőanyagra vazíroznak, közte szerepel a szén is. Mert lehet, hogy valaki... 85%-ban jelenleg. Jó, tudom, de újságolvasó vagyok, aztán ez úgy szúrta a szememet, és majd utána fogok ennek nézni. Még az is lehet, hogy valakivel itt elmondatjuk azt, hogy is van ez a dolog. Most akkor a távfűtést egy kicsit tegyük félre, de fölírtam már ide magamnak, ezt elő fogjuk venni. Mert különben nekem ez egy kedvenc témám volt valamikor régebben, de már lehet, hogy elfelejtettem. Most akkor parancsoljál. Akkor az előadással kapcsolatosan. Ezeket a stratégiális számokat, a légvárakat én személy szerint nagyon szívesen vettem, mert ez a jövőre vonatkozóan azért jó kis alapkövek. Pontosan ez a cél. Nekem ez a cél. Hova építjük a házat, az egy más kérdés. Igen. A fél mondattal említetted, András, a Bánhidai erőművet. Most, hogy már eltelt 8-10 év, hogy ugye az a 100 megawatt az leállt, hogy látszik, hogy nem volt elhamarkodott az a dolog, nem fért még bele esetleg egy 5 év. Igaz, hogy az látszik az előadásból is, hogy végülis a szénerőműveknek vége lett, tehát egyértelmű, hogy mi a végkimenetel. Csak nem, most utólag nem tűnt, az egy kicsit elhamarkodott. A 100 megawatt az 85 volt már, és ott szerintem az önkormányzat egy kapitális hibát követett el. A világ legjobb hulladék megsemmisítő erőműve lehetett volna, ugyanis óriási nagy széntere volt, meg szénmanipulációs rendszer, mert ugye gyenge minőségű szenet. Ott van a hűtőtó, az körülbelül ezt tudja hűteni, és hogyha egy jó helyen van, oda hordják teherautókkal, meg tömörítve, meg vasúton, meg nem tudom én, hogy a szemetet, akkor azt ott gondolom kellett volna kiegészíteni, leválasztok ez az amaz, lehetett volna egy országos szinten jól hasznosítható, praktikus hulladékfeldolgozó mű. Nem akarták valamiért, nem tudom. Úgyhogy most annak az a problémája, hogy ki a franc fogja lebontani ezt a marha magas kazánt. Szóval kicsi elhamarkodott volt az a döntés. Hát nem, ja, hogy a szénnel leálltak, az nem, mert már régen óriási ráfizetés volt, mert az a szén, ami ott kijött a tatabányai bányákból, az ilyen drága volt. És fogyasztotta a bányászt rendesen. Emlékszem, a Súrján friss népjóléti miniszter volt, és volt egy ilyen színház, hogy sztrájkolunk, meg Salkhammer volt még. Igen, meg sztrájk, meg volt ilyen füzet, mit tudom én mi. Volt benne három oldal, ami a villamos reggelben volt, a többi az mind az, hogy a bányásznak mi jár még. Súrján
na, én régtől ismertem őt, és akkor beszéltünk, és azt mondja, te, ez nem érdekes, ezt mind meg kell nekik adni, úgyse tudják használni, meghalnak. A politikus ezt mondta. Tehát csak a villamosenergiaiparági szöszmöszörés volt az érdekes. A Bánhidával kapcsolatban egy nekrológot megérdemelne a bánhidai erőmű. Ez alkalmat ad nekem most arra, hogy itt megemlítsem ezen a helyen, hogy a bánhidai erőműnek egyik nagy alakja, Balogh Ernő barátunk, aki volt itt már körünkben is, néhány hónappal ezelőtt meghalt, és ő nagyon meleg szavakkal emlékezik meg a lévai könyvben, amit én szerkesztettem, van egy cikk, amit a Balogh Ernő erről itt. Egyébként, most még egy mondatot talán erről a... Ez azért nagyon izgalmas lenne ez a nekrológ, azon kívül, amik itt fölmerült, mert a magyar erőműipar és a magyar energetikai gépgyártás szempontjából itt eddig jutott el a magyar ipar, és itt egy törés következett be. Ez egy nagyon komplex dolog, egyébként az is teljesen igaz, amit a Mandi mondott. Egyébként ez arra is példa, hogy azért a politika, a jó vagy rossz politika, a helyi szempontok érvényesülése és az országos szempontok érvényesülése kihozhat néha jó dolgot, de gyakran rosszat. Tehát nem valósul meg, amit utólag lehet siratnunk, de ilyen az élet. Most ezt egy kicsit érdemes visszavetíteni, hogy most, amikor arról beszélünk, mondjuk atomerőmű vagy akármiről, és levonunk bizonyos következtetéseket a hozzá nem értés magabiztosságával, hogy itt kő meg, nem kő meg, jaj, minek az nekünk, ugye? Itt most arról volt szó, hogy villany kell, van meg fennhangó, hirdetik, nyomtatják, hogy nem kő villany, van elég. Tehát, hogy nagyon bonyolult az élet, ennyit erről, de azzal egyetértek, hogy ez a bánhide, ez egy nagyon izgalmas történet, és hát amíg a kémény le nem dől, vagy én le nem bontja, addig ahányszor elmegyünk arra fele, mindig eszünkbe juthat. Tessék! Valószínűleg, hogy András a időben előrevetítésnél 2045-re atomerőmű soron 4,4 gigawatt szerepel. Most ebből az következik, mindig úgy tudom, hogy a Paks 1-nek a kifutása lejárta, amikor a 30-as években kifut. Tehát ebben feltételeztem, hogy a Paks 1-nek is az élettartam meghosszabbítása megtörténik addigra. Bizony. Nézd, 10 évet lehet papírgyártással elérni. Mert megmondták, hogy nem merték 30 évre kérni. Minden 30 évre van megcsinálva. Most 20-ra megkérték, beadják a papírokat, elmondják, hogy igen, puff, kész. Ez egy aránylag olcsó bővítés, ugye, hogy papírt csinálnak. Akkor 60 éves lesz a 80-40-es évek elején, tehát körülbelül ott 45 tájéken 60 éves lesz az erőmű. Egy olyan erőmű, amivel semmi érdemit nem kellett csinálni. Én nem véletlenül mondtam azokat a főberendezéseket így ötletszerűen, amiket várható, hogy ki kell cserélni. Annak idején még épült Paks, emlékszem, a Bakács Pista mondta, hogy jaj, csak ne kelljen gőzgenerátort cserélni, mert az fél év, és mint egy rémséges lehetőséget suttogva mondta, kell, prímán bírják. Előbb-utóbb biztos kell cserélni. De most képzeld el, hogy a 60 év utáni meghosszabbítása további 30 évre mondjuk, ki kell cserélni a gőzgenerátorokat. Drága lesz. És akkor mi van? De még a betonta ezt, azt, amaz, az még mind bírja. Azért mondtam, hogy olyan, mint a templom torony. De és akkor 30-ban mi lesz? Mint régi is, meg új is? Hát persze! Hát persze, mi van? Eladom, kedvesem, ezek babóért, nagyon alacsony a változó költsége. Kiszorítom a gázerőműveket. Ami is, most nincs gázerőműveket. Hozzátenném valamit? Egyszer egy kis még
egyébként te nálad van a szó, aztán majd menjünk tovább. Egyszer vitatkoztunk vízerőkről. Mondtad, azt a fél mondatot találtam mondani, hogy olcsó vagy nem olcsó vízerő által termelt energia, hogy benne van-e tőkeköltség vagy mínus. Ez egy fontos, visszakérdezem. Atomerőműnél van, nevezetesen Paks 2, elnézést, benne van a tőke, azt mondja, benne, benne van a tőkeköltség. Benne van a tőkeköltség, a Dazeller üzét megnézed a honlapon, a rövidítésben is benne van mindenhol, bele van számolva, és azért halálizgalmas a hogy milyen finanszírozást alkalmazol, és milyen drága pénzt szerzel, mert a Dazeller tanulmányban van olyan példa, hogy valamilyen típus, mondjuk 5%-os kamatra, az 48 euró per megawattóra azt hozza ki. És ugyanez a típus 10%-os kamatra 80 euró per megawattóra. Hát ég és föld. Ha mi Magyarország kivonul a pénzi piacra, akkor majd olyan 8-9-10% körül szerzünk, hogy is hívják ott pénzt. Ekkora mennyiségűt 25 évre. Hogy miért megkérdezhetnéd, hogy az oroszok miért ilyen hülyék? Nem hülyék. Érdekük ezt kívánja. Több szempontból tudnám mondani, és egy csomó valamit még nem is tudok biztos. Kis atomerőművekről összeszedegettem néhány évvel ezelőtt egy újságcikkből, Economistból, meg internetből rengeteget. Az egésznek az alapja, amennyire emlékszem, mert rég volt már, hogy ha egyszer működik az atom meghajtású tengerlőhatárolóra, egy kis teljesítményű egység, akkor ugyanezt föl lehet építeni, konkrét példát nem hozott senki, csak terveket hoztak, föl lehet építeni, főleg olyan távoleső helyeken, ahol nagyon nagy a távolság, marha nehéz odavinni a vezetéket, stb. Tehát a kis atomerőműveknek a elvileg a műszaki lehetősége reálisnak tűnt olyan extrémitásokkal együtt, hogy a hűtőfolyadék, én nem is tudom, hol volt a hűtőfolyadék. Különféle van, nátrium van, mindenféle van. Kis atomerőmű az egy nagyon pongyol a fogalom, nagyon sokféle számít ebbe bele. Többek között ezek az úszó atomerőművek is, amik ottan, főleg oroszoknál, ott Észak-Szibériában villany tudnak odavinni a gázmezőhöz, vagy olajmezőhöz, vagy nem tudom én mit. Néhány nappal ezelőtt az egyik napilapban megjelent, hogy a MVM-nek a energiapolitikája és a kormánypolitikája nincs manika. Ezt egy ismert újságíró írta, aki szakmailag MVM-ból képzett. Én kijelentettem a cikket, és ez az újságíró nem azt, ő azt állította, amit az MVM-nek a kommunikáció alapján lehetett állítani. Tehát ebből kisült, hogy az MVM nem jó kommunikál. Erre megnéztem az MVM menedzsmentjét. Hát a Borocsi Zoltánon kívül, aki a te utódod volt, egyetlen egy szakember nincs. Na, de legalább van egy. Egy van. Borocsi Tündéből hívták. Most erre kérem szépen, 12 óra 15 perckor írtam egy üzenetet a miniszterelnökségnek, hogy ezek nem értenek hozzá az MVM-nek. 3 óra 15 perckor az MVM kiadott egy cáfolatot, hogy ez nem igaz, ő egyetért mindennek. Tehát most kérem szépen, tértjük a szánkat, nagyon helyesen, és egyszer a János is megjegyezte, hogy baj van bizony az MVM kommunikációjával, akkor nagyon nehéz így áttörni azt az igazságtalanságot, ami ma a médiában megjelent. Ami megnéztem az Országgyűlés Energetikai Alkalmunkabizottságának a tagjait, vagy a munka. Nincs köztük. Na erre Barocsi megnyugtatott, most már van egy szakember, aki majd az elnökségbe bekerül, mit gondoztok ki, a Bakács. Az a Bakács, aki az Eternek volt a főnöke, mikor 94-ben dobra verték, 96-ban dobra verték a villamos energiában. Akinek a legnagyobb, a dobot aki úgy nyilatkozott, úgy, én meg szeretem a Bakácsot, semmi probléma. De kérem szépen, mikor nyugdíjba ment, azt mondta, élete legnagyobb művel Gönyörű. Gázerőmű. Hát kérem szépen, itt tart ez az ország, itt tart ez az ország. Neki semmi közel. Én nagyon becsülöm, hogy... Rossz véleménnyel volt a Gönyörű, azt mondta, a németek elcseszték. Ki? A Bakács? A Bakács, persze. És a legnagyobb művének tartja, fönn is van a honlapunkon, ne mondjál, nézd meg a világháború mennyiségét. Tehát kérem szépen, amíg ilyen szinten
Mi itt tépjük a szárgat, köztük Járos is, ezt most pozitív értelemben mondom. Na. Teljesen. Te beteg vagy. Közben az MVM pedig, vagy olyan plakátokat láttam a metróba, hogy a Hortobágy és a Paks által megspórolt CO2, ezt egy pariba terveztek. Kérem szépen, leesik az ember a székről, ettől a sok sületlenségtől, ettől a sok politikai széljárásban való beállástól, és ettől a szakértelem hiányától, ami ma van. Tehát ma a MVM-nek erőművet kellene építenie, ehelyett napelemeket kezd reklámozni. Hát kérem szépen, nagyon nehéz a villanyautóversenyt rendez. Tessék? Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Na mostan, hát ez az érzelemtől sem mentes hozzászólás a kapcsolatban, csak nehéz. Először is sokszor elmondtam, most is mondom, talán azzal kezdem, hogy a szakpolitikák általában kis hazánkban is, de világméretekben is nagyon háttérbe szorultak. És ennek a személyi konzekvenciái azok, hogy a hivatalokban, mivel hivatali téma lett az energetika is, meg kommunikációs téma, és tulajdonképpen nem építkezés, ezért olyan emberek vannak ottan. Ez valóban így van. Ami Bakácsot illeti, javaslom azért, aki ismeri a könyvemet, hogy olvassa el azt a értékelésemet a Bakács Istvánról, ami a könyvben szerepel. Azért mertem leírni, mert személy szerint is elmondtam neki azt, ami ott le van írva. Egyébként, amik a könyvemben negatívumok, személyes negatívumok vannak, csak olyanokat írtam le, amit az illetőkkel közöltem, és mondjuk lett volna megcáfolni. Úgyhogy, és hát amiatt végtelenül én is elszoborodtam, de hát ez nem közügy, hogy amit mondtál, hogy most a Pista valamiféle szerepet kapott. Hát, jó, majd még a végén a szakmaiság. Most kérem a kezeket fölnyújtani. Jó. Annyiban árnyalnám az előadásban elhangzottakat, hogy amikor ugye az ismételt élettartam hosszabbításról esett szó, hogy az atomerőmű esetében ez mind úgynevezett ciklusokon, terhelési ciklusokon múlik az, hogy mennyi a maradék élettartam. Az az anyag, az mit bír, mit nem bír. Tehát attól, akkor, amikor kijelentjük, hogy nem tudjuk, hogy hogy fog működni a jövőbeli piac, akkor azt is elmondjuk, hogy a múltat azt már ismerjük, láttuk, hogy milyen terhelési ciklusok érték azt az adott alapanyagot, azt az adott berendezést, legyen szó gőzfejlesztőről, térfogatkiegyenlítőről, reaktorpártáról, bármiről, de a lényeg az, hogy ez majd 20 év múlva leszünk abban a helyzetben, amikor majd meg tudjuk mondani, hogy az a maradék 10 év, 15 év, vagy valami létezik-e, vagy sem. Tehát a piac fogja meghatározni, hogy milyen terhelési ciklusok várhatóak a jövőben. Bízunk benne, hogy maradnak a terhelési ciklusok olyanok, mint amelynek voltak. Bocsáss meg is, hogy a beavatkozás mennyibe fog kerülni. Természetes. Most gőzfelesztőkről azért annyit azért hagyd mondjak, hogy a gőzfelesztőink ugye nem a nyugati típusú függőleges elrendezésűek, hanem vízhites elrendezésűek, ahol azok a kritikus pontok, amik a nyugati típusú reaktoroknál jellemzőek voltak, és amiatt 700 millió eurós költség, vagy dolláros költséggel cserélték darabonként ezeket a gőzfelesztőket, erre nálunk nincs szükség. Gőzfelesztőink 30 év üzemélettartam után is kevesebb, mint olyan 1-1.5% környéki hőátadó csőfölött elhasználódást produkáltak, ami azt jelenti, hogy kiváló tartalékokkal rendelkeznek, tehát ha a vízüzem, egyéb terhelési üzemmódok nem változnak, ezek a gőzfelesztők nem fognak olyan kritikus komponensnek minősülni, mint például a reaktortartály, és akkor itt hagyd mondjak egyet, nem csak a németeknek, hanem másnak is van ilyen technológia, ezt úgy hívják, hogy reaktortartály hőkezelés, amit a finnek már háromszor végrehajtottak például. Tehát más az alapanyag minősége, amit például a finn tartályoknál volt, mint ami nálunk, ott már három ilyen hőkezelést végrehajtottak, ennek a lényege az, hogy azokat a
gáz zárványok, amik az alapanyagban vannak, az egy fölhevítéssel rugalmassá teszik az alapanyagot, és azok szépen kimigrálnak, azok a buborékok eltűnnek, ez volt a második. Komment, a harmadik komment, én is nagyon örülök a hosszú távú energiastratégiának, higgyék el, az OECD-nél dolgozva, én nagyon sok országnak láttam, nem csak a 90-ig, hanem a 150-200 évre szóló stratégiákat, és higgyék, nem, bocsánat, nem ez, ilyen bátor. Ez nem vízió, ez nem, hogy is fogalmaztak, légvár, ugye, ez nem légvár, bocsánat, nem légvár, ez egy vonalvezető, és ilyen vonalvezetőkre igenis szükség van. Ha megépül Paks 2090, tökéletesen jó időpont, mert a Paks 2 2090 környékén fogja az üzemélettartamát befejezni. Addig legalább lesz egy vonalvezetőnk, ami mentén tudunk menni, hogy mi az, ami biztos kapacitás, mi az, ami még hozzá kell tenni. Mert attól tartok, hogy még hozzá kell tenni időben. És akkor egyetlen egy javaslat lenne, én úgy látom, hogy egyébként ezeknek a vízióknak a környezeti változáshoz való hozzáigazítása, amit mi ugye nemzeti energiastratégiának nevezünk, ennek kellene, hogy legyen egy gazdája, és szükség lenne egy olyan szakmai szervezetre, aki ezeket a víziókat kezelni, esetleg olyan szempontból is lenne olyan, például, hogy nem mondjam, egy olyan szenárió, amiben mondjuk az Európai Unió ide betelepít 2 millió embert. Mert hogy bizonyos régiók már most elviselhetetlenek az emberi lét számára, tehát ezek a mozgások meg fognak indulni, és akár egy worst case szenárió, tehát egy legrosszabb szenárió esetére kellene, hogy ilyenekkel is rendelkezzünk, mert jelen pillanatban fogy a magyar, ez látszik, sőt, külföldre is megy, távozik a magyar, tehát tényleg a fogyasztás elképzelhető, hogy ilyenkor csökkenő ágra is mehet, tehát ezeken érdemes hosszú távon gondolkodni, hogy legalább szenáriókkal rendelkezzünk, hogy mit lépünk akkor, ha. Köszönöm szépen, ennyire. Egy mondat, ugye, hogy energiastratégiai intézetnek hívnák azt a intézményt, mint a társulatunk hosszú évek óta javasol, a jelenlegi kormányzati ciklusra szóló anyagunkban is, amit itt lehetett kapni, fönn van az interneten, ez szerepel. Akarsz ehhez valamit megjegyzni? Igen, kettőt. Az egyik az, hogy a szakma igyekszik idomulni a politikához. Az Euroelectric csinált egy olyan stratégiát, a Kapros professzorral, az aténi dolgoztat, annak van egy működőképes modellje, avval dolgoztatták ki egész Európára, célfüggvény, nulla CO2 kibocsátás, mit tudom én mikorra. Be is mutatták ezt a szenáriót, hol? Budapesten, az MVM tárgyalóban, ahol a szakszervezet szervezett valami nemzetközi ügyet, ott volt Brüsszel is, egy magyar nemzetiségű hölgy volt, aki képviselte ott Brüsszelt, végighallgatta az előadást, mondta, hogy milyen nagyszerű, milyen nagyon jó, de a Brüsszelnek más a szenáriója. Pass case. Az, hogy jó, rossz, ki, mi, ez felsevetődött. Így söpörték le. Mondok mást. Fölhív nagyon kedves régi kolléganő, aki most az Energia Bizottságban dolgozik, valaha Euroelectricnél dolgozott, és jaj, hogy régen beszéltünk, ez lesz a Locsi Fecsi, és megemlíti, hogy hát ő most dolgozik egy EU-s parlamenti képviselő emberével, és azt nézik, hogy hát a nem tudom melyik direktívában az van, hogy a megújulókat, meg hát a hőszolgáltatókat is a terhelési sorrendben a előre kell helyezni, tehát a kihasználásukat biztosítani. Hogy van ez Magyarországon? Mondom, kedves, nálunk piac, gazdaság van. Nálunk nincs ilyen order, hanem bemondják a piaci szereplők, hogy mi a szerződésük, mit fognak termelni. Na de hát, hogy ez van a direktívával. Hát mondom, senki nem törődött vele, mert tudták, hogy ez egy olyan elem a direktívában, ami szóval üres, mert nincs következménye. Ezzel nem fog vitatkozni senki, hogy ez bekerüljön, vagy nem. Szegények rosszul esett. Hát pedig ez az asszony nem energetikai végzettségű, de annyit dolgozott a energetikában, hogy ez egy aránylag jól képzett ember. Ott volt mellette a magyar parlamenti képviselő, nem akarom megmondani a nevét,
szerintem legendásabb Buta bácsi, az annak az embere, hát igen. Eléggé meglepett engem, amikor 90-re is készítettél szenáriót, mert eddig nem nagyon találkoztam ezzel. Persze valóban akár logikus is, mert a Paks 2. Na most, ja, ezek szerint. Most, ha ilyen bátor voltál, én is egy olyan bátor kérdést teszek föl, hogy abban a 90-es szenárióban a fúziós reaktor, az szerepele valamilyen módon nálad, vagy véleményed szerint addigra lehet ebből valami, hogy megjelenik a fúziós reaktor olyan szinten, amelyik már számottevő az energiaellátásunkban. Ott a Francis, hogy köszönöm a kérdést, megbeszéltük ezt a kérdést. De ne, az igazság az, hogy én nem véletlenül voltam óvatos még a negyedik generációs atomerőművekkel kapcsolatban is. Tudnélik, ezek még nem piacképes állapotban vannak, még a negyedik generációsok se. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne őket megcsinálni, csak nem biztos, hogy lesz elég akarat és pénz rá. Most lehet valóban, én itten nagyon nagy vonalú volt, hogy nukleáris csak ez szerepelt, ebbe beleférhet sok minden. De annyit azért hozzátennék, hogy nem tartom valószínűleg, hogy pont Magyarország lesz az, aki egy fúziós erőművet megkockáztat, ugyanis ott technikailag is a kivitelezésnél meg lehet csúszni, meg milyen tönkre megy az ország, sőt még egy negyedik generációst sem. Az persze elképzelhető, hogy MOX üzemanyagot, az ugye ilyen reprocesszált izével kevert üzemanyag, hogy azt is fognak a magyar reaktorokba használni. De itt volt egy előadás, ami a ciklus hosszabbításról szólt, ahol csak olyan nagyon primitív dologról volt szó, hogy a 11 hónapból 17 vagy 18 hónapra változtatják a átrakási ciklust a Paksi meglévő blokkokban. Hát ez azt mondja az ember, hogy most mit kell ebből akkor a vízcsaptot csinálni. Hát aki itt előadta, csak néztem én is, mint ló a moziban, hogy ez milyen bonyolult, rengeteg apróságnak tűnő, ám lényeges momentummal jár, és hogy ez mekkora projekt, munka, szakmai háttért igénylő, egy ilyen egyszerű dolognak a megtervezése. Most egy MOX üzemanyag elem, az szerintem legalább ekkora, úgy láthatatlanba, és akkor messze nem kerültek szóba azok, amiket te mondtál. Ezek az új típusok nyilván olyan helyen lesznek, most mondok egy példát, hogy Kína vagy Oroszország, ahol nagyon sok reaktor van, nagyon sokféle, és úgy csinálják meg, hogy a primer energia hordozott az urániumot a legjobban használják ki. Saját jól felfogott érdekükben. És persze, ha lehet, akkor eladják ezeket a berendezéseket, tehát üzletelnek is velük, de alapvetően magukba megoldják. Európai Unió természetesen lehetne ilyen, de hát ez a legkisebb baj, hogy ilyet nem tud csinálni. Boris vagyok, nem akartam szólni, de most már felvetődött a kisebb erőmű és a Kézra. 90-ben, amikor Teller Ede kis doktor lett a Kúszak Egyetemre, hát tételezzük föl, hogy Teller Edének volt rálátása a dolognak, mind a kettőről nyilatkozott. Azt mondta, hogy a közeljövőt nála az egy ilyen 40-50 év is, az a kis atomerőműveké lesz, ilyen 6-15 megawatt nagyságrenden, nem az, hogy távoli terület. Még egyet mondott, furunk egy 1000 méteres lukat, oda lesülyeztjük, és teljesen autonóm lesz a szabályozása, ahogy terheljük, úgy szabályozza. Kimerül, azt a lukat elfelejtjük. De most ehhez, ha még hozzáteszem azt, hogy ma az atomerőműveknek az igazán komoly kockázata, mint mindennek a terrorizmus, akkor egy ilyen kis erőmű ott az 1000 méter mély lukban elég biztonságban is van. A másik dolog, föltették a fúziós erőművet. Erre azt mondtam, most jöttem Angliából.
Úgy ott volt egyik legfejvétlen, ma is kis. Tudjuk, hogy ma úgy van, hogy néhány megawattot beinjektálnak, és abból néhány száz kilowatt kijön. Tehát most ugye körül ezt tudja a fúziós erő. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy mit gondolnak, mikor lesz ipari alkalmazása. Azt mondták, hogy hát olyan 2004 körül, ugye ez 1990-ben volt, amikor Telleren itt volt, és mondta, hogy az már késő, mert ő 900-ban született, ő 100 évig fog élni, kicsit hozzátok előrébb. Na most ez volt a vicc része. A komoly részét ezután mondta, hogy az első, a fúziós erőműnek az első ipari felhasználása, hogy úgy gondolja, hogy amikor a hosszú távú űrutazások lesznek, hogy a fúziós erőmű az két dolog kell, nagyon kis vákum és nagyon alacsony hőmérséklet, a magas hőmérséklet mellett, ugye ez két dolog együtt van. És ez a világűrben bőven van, és eléggé olcsó is. Hát Telered ezt a két kérdést így látta, én csak azért szerettem volna ezt továbbadni. Köszönöm szépen az érdeket. Ez ugye komolyan fölvetődött itt a 80-as években, hogy fűtőmű, atomfűtőmű, ez volt a fantázia neve, Egi keményen dolgozott rajta, Észak-Pesten lett volna tulajdonképpen egy reaktor, amiből távfűtést. Olyan bizottság is. Minden volt, aztán elmúlt. Na most... Igen, na most, hogy ekkora megavat, ez nyilván változhat, és az emberek félnek, ugye, erre mindenki magához kap, hogy jaj, mi lesz. De ha elmondanánk nekik, hogy a világörökség részét képező budapesti Dunaparton, ott az R-épület háta mögött, ott van egy helyre kis reaktor, elég régóta üzemel. Aztán fönt a hegyen, ugye ott is van több kritikus rendszer, többek között egy jókora, nem is tudom, már 15 megawatt körüli teljesítményű kutatóreaktor. És ettől senkinek nem jut eszébe félni, hanem mondják neki, hogy féljen. Tehát ennek ilyen reális esélyei lehetnek. Én ezeket direkt nem hoztam föl, mert úgy érzem, hogy ezek nagyon esetlegesek. Tehát a körülmények, egyéb körülmények függvényei. Egy kérdés, hogy a Kolán György által ciklus, tehát gyakorlatilag a metanol ciklus, az fog-e energetikailag jelentőséget kapni, vagy pedig az is egy olyan jó ötlet, amit aztán előbb-utóbb elfelejtünk. Mutasd meg a pilot projektet, amelyik működik, mint erőmű. Amíg nem, addig egy energetikust az nem érdekli. És akkor még az első ipari alkalmazást is, akkor jön az, hogy mennyibe kerül a leves. Nem tudom, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy csodálatos, de ezt tudod, az, mikor nekem azt mondja a feleségem, hogy jaj, te annak egy akkora jó ötlete van, segíts neki, hogy találmány legyen belőle. Mondom, drágám, az ötlet az az 1%-a az egésznek, a 99 az a kidolgozása, meg a adminisztrációja, meg minden. Akkor a vége fele közeledünk az összevetelünknek. Hát először is köszönöm ezt a csodálatos estét a Kacsó barátunknak. Az történt velünk, hogy jól éreztük magunkat, ugye? Jól éreztük magunkat, mert és sem... Mindenki a témánál maradt, lekötött bennünket, izgalmas kérdések volt szó, felelősséggel, de kedvesen emelkedetten, tehát nagyon-nagyon jó előadás volt, mint ahogyan ezt kértem is. Mivel a zárszóra tartogatott kis mondani valómat, ugye korlátozni kell a pontosság miatt, hogy nagyon ne lépjünk túl, ezért csak egy-két mondatot szeretnék mondani. Az első dolog az, hogy a villanyszolgáltatásnak a piaci jellegével tényként kell számolnunk, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Most ezt azért is itt szívesen elmondom, mert Kacsó Bandi barátomnak az érdeme az, hogy
rászoktatott és belénk vette ezt a uniós irányelveket, meg szemléletet, meg mindent, mert én nagyon lázadoztam az ellen, mint már akkor gondoltam arra, hogy már akkor is úgy viselkedtem, mint egy öregember, hogy a mi generációnkban az van benn, hogy próbáljuk a régit visszahozni, vagy az volt a jó, és ami most van, a világot tendenciát nem tudjuk megfordítani. Ma arról volt egyebek között szó, hogy nekünk ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodnunk, és itt egy csomó fontos kérdés fölmerül, hogy ugye a kapacitás piac, aztán az a támogatás, ugye, tehát az, hogy ha már piac, akkor következetesen kell csinálni, mert ugye az nem egy piac, ami itt volt, hogy igen, piac, de a megújulók azok nem piac, a szél az nem piac, ott kivételt teszünk, és a többi. Egyébként ez az egész uniós politikára jellemző. A megújulókat is piaci alapon kell kezelni, és ugye van egy nagyon jó példát mondott, ugye, és hogy ez a gázmotor ügy is így oldódik föl. Tehát egyébként, ez a piaci dolog is, ha gondolkodunk, meg van egy ilyenfajta kényszer, ez is hozhat, tőlem ez talán furcsa, ilyet mondok, ez is hozhat jó eredményt. Jó eredmény, meg lehet találni a módját ennek. A Gerse féle előadás nagyon fog erre rimelni, ezen a mesdjén megyünk tovább. Még egyszer köszönöm ezt a kitűnő előadást, a hallgatóságnak az aktív közreműködését, és akkor beköszöntött a nyári szünet, ugye, most kell a tulipánhagymákat kiszedni a telken, és majd mikor újból jövünk szeptemberbe, akkor kell újból eldugni a hagymákat a földbe, és jó nyaralást, pihenést kívánok mindenkinek, és akkor, ha Isten engedés érünk, akkor szeptemberben találkozunk. Ez a TTIP, vagy minek hívják, ezt a megállapodást fogjuk méltatni itt megfelelően. Köszönöm szépen, Isten áldjon.